beállítanunk, hogy ne törögjön tovább, és kivesszük belőle a... Ez egy óra szerkezetre fölrakott kis dob. Az épület tetejére helyezett úgynevezett pollencsapdát ellenőrzi a Tolna megyei kormányhivatal szakértője. Ez a szerkezet a levegőben szálló virágpor gyűjti össze. A szakemberek az ebből vett mintából állapítják meg, hogy mekkora a levegő pollen koncentrációja. Gál Zoltánné azt mondja, a klímaváltozás miatt alig van az évnek olyan időszaka, amikor nincs a levegőben pollen. Az utóbbi napokban viszont még az ilyenkor szokásoshoz képest is jelentősen megugrott a parlagfű pollen koncentrációja, ami megnehezíti az allergiások mindennapjait. Tovább növekedni fog nagyon magas koncentrációig a parlagfű mennyiség a levegőben, mellette ott az üröm, ami szintén nagyon allergizál. Hát aki erre érzékeny allergiás, az biztos, hogy nem ússza meg a tüneteket. Orrfolyás, szembisztketés, könnyezés, tüsszögés, légúti panaszokat fog okozni. Bár az allergiára többféle gyógyszer is létezik, a szakértő szerint ezek szedése mellett egy kis odafigyeléssel könnyen enyhíthetőek a kínzó tünetek. Akkor menjen szabadba az allergiás, amikor a legkevésbé virágoznak ezek a növények, tehát akkor a reggeli órákban vagy a késő esti órákban, ekkor is szellőztesse a lakását. Lehetőleg naponta mosson hajat, a ruháit ne szabadba szárítsa. A szakember azt mondja, tévhit, hogy egy esőzés után akár napokig is alacsonyabb lehet a pollen koncentráció. A legfrissebb kutatások szerint ugyanis a pollenszemek a víztől szétesnek, ezután pedig ugyanúgy képesek a nyálkahártyára tapadni, mint azelőtt.